A hősök előtt tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezett az Egyed-Antal Honismereti Egyesület. Szavaló verseny. A hátrányos helyzetű fiatalok Petőfi verssel készültek. Társasjáték fiesta, a talán több generáció együtt játszott, a cél a hagyományteremtés. Egymás után szerzik az érmeket, rendkívül sikeres évre készülnek a bátaszéki karatésok. Műsorral és ünnepi beszéddel emlékeztek meg a Tolna megyei Egyed-Antal Honismereti Egyesület tagjai az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról Szekszárdon. A klubban ez már hosszú évek óta hagyomány. Az alsóvárosi és az újvárosi temetőben zajlanak a megemlékezések, és ezt tényleg az Egyesület idézőjelben találta ki, és nagyon örülünk neki, hogy Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata is ebben támogat minket. A hagyományok szerint mi március 15-én jöttünk jó néhány évvel ezelőtt ide a sírokhoz, aztán rájöttünk, hogy mindig ütköztünk a városi ünnepséggel, és nehezen volt megoldható, ezért kitaláltuk, hogy ez egy önálló rendezvénye lesz tulajdonképpen az Egyesületnek. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok! Az újvárosi temetőben Hollós Alajos és Török Zsigmondra emlékeztek, az alsóvárosi sírkertben pedig Garai Antal főhadnagy nyughelyénél rótták le tiszteletüket a jelenlévők. Az elnök elmondta, a programba elsősorban a diákokat szeretnék bekapcsolni, így mindkét helyszínen általános és középiskolás tanulók is részt vettek az eseményen. Emellett szokás ilyenkor, hogy a rendezvény előtt a fiatalok rendbe teszik a nyughelyeket. A sírgondozás szerintem nagyon fontos. Valahol a gyerekektől kell ezt a mozgalmat fenntartani és éltetni, úgyhogy így kapcsoljuk be a gyerekeket. Én pénteken jártam az alsóvárosi temetőben, én a Garai János gimnáziumban tanítok, és van egy honismereti szakköröm, és a gyerekek nagyon-nagyon szívesen jöttek ki, és ami nagy öröm volt számomra, hogy nagyon szépen gondozza a sírokat Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata, és mire kiértünk, tulajdonképpen nem sok dolgunk volt, és ez örömteli dolog. A program zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták a 48-as honvéd hősök sírhelyét. Csábítólag kandikált a körte rám.
Szakmai zsűri előtt szavalták el a választott Petőfi verseket, azok a diákok, akik sikeresen jutottak tovább az előválogatón, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, valamint a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzat által kiírt Petőfi 200 szavaló versenyen. Elsősorban hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók nevezését várták, egy Petőfi verset kellett elszavalni, fölvenni és egy megadott e-mail címre beküldeni. A beérkezett 91 pályamű közül március elején egy szakavatott zsűri a 10 legjobbat kiválasztotta, a 10 tanulót hívtuk meg a mai döntőre, ahol 9-en tudtak megjelenni, egy gyermek megbetegedett. Az együttműködésben megvalósított programok fontosak mind a rendőrség, mind a cigányság számára. Az elmúlt években számos pályázatot hirdettek közösen, amikre, mint erre a szavalóversenyre is, nagy érdeklődés volt. Nekem különösen személy szerint nagy örömömre szolgált a mai rendezvény. Az mindenképpen biztató, hogy vannak olyan fiataljaink, és a személyiségükből is tükröződik itt a produkciók során. Vannak olyan fiataljaink, akikben lehet bízni, akik értékrendeket fognak kialakítani, sajátos értékrendeket, és ezen belül nyilvánvaló a közösségük előnyére, a családjaik előnyére, és abszolút közösségformáló. Az általános iskolás diákok a vármegye több pontjáról érkeztek a szekszárdi döntőre. A nebulók lelkesen készültek a megmérettetésre, mint mondják, a felkészülés alatt olyan versekkel is megismerkedtek, amivel eddig nem találkoztak. A bikácsi diák a költő Híros város az Alföldön Kecskemét című versével állt ki a zsűri elé. Sokat készültem rá, naponta többször is meghallgattam a verset, hogy törekedtem arra, hogy minél jobban el tudjam mondani. És a Petőfi 200. évforduló szavaló versenyre érkeztem. A magyar költő születésének 200. évfordulójára hirdetett szavaló versenyen a legjobbak ajándékutalványokat vehettek át az eredményhirdetés alkalmával. A generációk együttléte, a családi hangulat mutatkozott meg attalán. A társasjáték fiesta bevonzotta a családokat. A személyes együttlét, a közös játék öröme most többet ért a digitális világnál. Feleségével és két gyermekével érkezett Gáspár Boldizsár. Jó ötletnek tartja ezt a társaságot összehozó, összetartó programot. Azért tartom jó ötletnek, mert magam is egy közösségi ember vagyunk, szeretünk a barátainkkal, a társasággal együtt lenni, és a társasjátékokat is szeretjük, gyakran játszunk otthon társasjátékokat a gyerekekkel, és azt gondoltam, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy itt is megmutassuk a saját társasjátékainkat, és az ismerőseinkkel is együtt lehessünk, és tanulóinkkal. A társasjáték fiesztát az Attalai önkormányzat szervezte a Dombóvári járásban. Hagyomány szeretnének teremteni. Az ötletet az adta, hogy ugye most már elég nagy probléma szinte mindenkinél, mindenhol, hogy a gyerekek nagyon lefoglalják magukat a televízióval, a tabletekkel, a számítógéppel, a telefonnal, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk őket egy kicsit kimozdítani, kicsit a komfortzónából kivonni őket, és szervezni nekik egy olyan közösségépítő programot, ahol igazából a régi játékokat elővéve egymással, a szülőkkel, a nagyszülőkkel együtt tudnak játszani. A több generációt megmozgató társasjáték fiesta a tervek szerint havonta egyszer ad majd lehetőséget a játékra, attalán a Kultúrházban. Azt követően, hogy márciusban hozták
Folyamatosan edzenek, készülnek az idei megmérettetéseikre a Bátaszék SL karate szakosztályának versenyzői. Szabó Balázs néhány éve foglalkozik ezzel a sporttal, de már most több sikert elért benne. Most egy Vadokai országos bajnokságnak az első fordulójára készülünk, ami a budapesti UTE judo csarnokban lesz. A sportolók egész évben versenyeznek, legutóbb néhány napja tértek haza tucatnál is több dobogós helyezéssel egy megmérettetésről. Egy elég komoly létszámba és komoly minőségbe oda tudtuk tenni magunkat. A 27-28 bátaszéki versenyző 17 arany és rengeteg ezüst és bronzéremmel egyébként meg is nyerte ezt a versenyt, úgyhogy ez úgy érzem, hogy jót tett a versenyzők motivációjának és önbizalmának. Majd most a múlt héten egy picit pihentünk, és most az előttünk álló hétvégén újból belecsapunk a versenyzésbe. A bátaszéki karatékák tehát egy percig sem pihennek, gőzerővel készülnek a tavaszi szezonra. A tavaszi szezonban egyébként még elég komoly megmérettetések várnak a csapatra. Ennek az egyik legnagyobb állomása, és azt mondom, hogy presztízs versenye lesz a VKF Magyar Bajnokság, ahol tulajdonképpen az összes olyan magyar egyesület, karate egyesület felvonultatja a versenyzőit, aki azt mondom, hogy a VKF versenyzésbe számít hazai szinten, és azért ez egy ranglista verseny is, amiben általában a bátaszékese a top 10-be benne szokott lenni, a 70-80 egyesület top 10 bázisában benne szoktunk lenni. A bátaszékese sportolói az idei évben tervek szerint még több nemzetközi tornán is részt vesznek majd. Napokon belül elérhetőek a dokumentumok. Május 22-ig kell jóváhagyni az SZIA tervezeteket. Számos területen hasznosítható, a 3D nyomtatással is megismerkedtettek a látogatók az Agykutatás hete programjain. Jótékonysági kerékcsereverseny. A Baranya Vármegyei Gyermekvédelmi Központ javára gyűjtöttek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal március 15-től elektronikusan elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A dokumentumot a magánszemélyeknek, a mezőgazdasági őstermelőknek, az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak készíti el a NAV. Akiknek nincs elektronikus elérési lehetősége, azok március 16-áig kérhetik a tervezet postázását. A munkáltatók és a kifizetők adatszolgáltatásai és bevallásai alapján készülnek ezek a bevallások. Tervezetek, illetve például tartalmazzák az SZIA köteles jövedelmet és az SZIA összegét, az EKHU köteles jövedelmet és az EKHU összegét, illetve a SZOCHO köteles jövedelmet és a SZOCHO összegét is.
Az adóbevallási tervezeteket lehet módosítani, kiegészíteni is. Módosítani mindenképpen kell a mezőgazdasági őstermelőknek, az áfás magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak, hiszen őnekik a tevékenységükkel kapcsolatos összegekről nincs tudomása a hivatalnak, tehát ebben a bevallásban kell ezeket szerepeltetni. Továbbiakban pedig akkor kell ezt a bevallási tervezetet módosítani, hogyha az adózónak volt olyan jövedelme, amely nem szerepel benne. Módosítani, kiegészíteni is lehet a tervezetet. Ez akkor kötelező, ha a dokumentum nem tartalmazza azokat az adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a bevallás elkészüljön. Ilyen lehet például egy ingatlan értékesítésének adatai, valamint az őstermelőnél. Azért 22-e, mert május 20-a. Hétvégére esik, tehát ezen időpontig kell a bevallási tervezetet kiegészíteni, módosítani, javítani és jóváhagyni, illetve az 1+1%-ról is ezen időpontig kell rendelkezni. Nagyon fontos az, hogy a bevallással együtt a fizetendő adót is meg kell fizetni. Ha az adózó nem ért egyet a tervezetben szereplő adatokkal, vagy hiányosnak ítéli a dokumentumot, akkor kérhet segítséget a NAV munkatársaitól személyesen az ügyfélszolgálatokon, a telefonos ügyintéző rendszeren keresztül, vagy a 1819-es infóvonalon. Ezt a szobrot az idei Agykutatás hete programsorozatban meghirdetett rajzversenydíjazottjai nyerik majd el. Ezt a Pécsi 3D központban készítették, amely intézet szintén bekapcsolódott a rendezvény sorozatba. Csoportos vezetést tartottak az érdeklődők számára, akik megtudhatták azt is, hogy a műszaki területektől kezdve az orvostudományig számos szektorban hasznosítják a 3D nyomtatási technológiát. Az orvostudományban az 1990-es években kezdett el terjedni ez a technológia. A kutató orvosok ötvözték a kutatást, az orvostudományt a 3D nyomtatással. Az orvostudományban a leggyakoribb felhasználási terület az a protézisgyártás és a bionyomtatás. A hírhetten problémás és drága protézisgyártásban új alternatívát jelent a 3D nyomtatás. Ezáltal olcsóbb, de ugyanolyan jó funkcionalitású termékek gyárthatók, mint a hagyományos technológiával. Néhány protézis prototípusát akár kézbe is vehették a látogatók. A 3D központ egyébként egy tudományos és szellemi műhely, magyarázta az intézmény munkatársa. A célja, hogy elősegítse a régió fejlődését a 3D megoldások minden területen. Módszereink a legújabb 3D technológiák alkalmazása és különböző szakirányok összefogásával ismeretek gyűjtése és továbbadása. A 3D nyomtatás az egy additív gyártási technológia. Ez azt jelenti, hogy alapanyag hozzáadással rétegről rétegre építi fel a tárgyat. A hétköznapi életben additív technológia, például a falépítés is, ott is a téglákat egymásra rétegezzük. Az Agykutatás hete rendezvény eseményei március 18-áig várják a látogatókat különböző helyszíneken színes programokkal. Interaktív játszóház, kerekasztalbeszélgetés, laborlátogatás is szerepel a sorban. A Ranga testvérek cserélnek épp kereket az idei szlalombajnokság első futamának betét számaként. Az esős idő miatt a jótékony célú kerékcsereversenyt beltérre költöztették a szervezők. Elvileg, hogy a szervezők azt találták ki, hogy hozzánk kell mérni majd az időt, hát lehet, hogy inkább milyenket kellett volna a többiekhez, nem tudom, hogy sikerült, eddig jól. De a célja az, azt hiszem, hogy egy jó nap legyen a gyerekeknek mindenféleképpen, és úgy látom a felnőtteknek is, mi is nagyon élveztük. Úgyhogy kijött a kislány is, ő még nem cserél kereket, de legalább látja és beszívja kicsit a benzingőzt. A kerékcsereverseny bevételét a Baranya vármegyei gyermekvédelmi központnak adják. Jól sikerült, azt hiszem a legjobb időt a Laci teljesítette, utána talán én. Nyilván ez csak igazából egy formalitás, itt a jótékonyságon volt a nagyobb hangsúly. Nagyon élveztük, és köszönjük, hogy itt lehettünk. Az egyik baranyai lakóotthonból érkezett gyerekeknek rajzversenyt is hirdettek. Nekik a két kiállított versenyautót kellett lerajzolniuk értékes díjakért. Közben kint zajlott a szlalombajnokság első futama. Dicső Dominik fiatalkora ellenére évek óta versenyez. Én nagyon szeretem őket,
ugye hát sokszor szoktunk ide járni, nekem nagyon tetszenek, és próbálunk fejlődni évről évre mindig jobb, aztán meglátjuk mindig, hogy mi sikerül. Mindig a legjobbat próbáljuk kihozni. 13 kategóriában nevezhettek az autósok, gokartosok. Az esős idő miatt a tempó kicsit lassabb volt a megszokottnál. Egy nagyon gyors és egyben technikás pályát sikerült összerakni a versenyzőknek. Szép számmal jelentek meg, talán ilyen sokan még nem voltak, 105 versenyző jelent meg a rajtnál. Esett az eső, féltünk tőle, hogy meg tudjuk rendezni a versenyt, de elállt most úgy, hogy felszakozik a felhőzet, nincs akadály annak, hogy jó versenyünk legyen. Az idei szlalombajnokság április 22-én Orfűn folytatódik a második futammal. A hősök előtt tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezett az Egyedantal Honismereti Egyesület. Szavaló verseny. A hátrányos helyzetű fiatalok Petőfi verssel készültek. Társasjáték fiesta, Atalán. Több generáció együtt játszott, a cél a hagyományteremtés. Egymás után szerzik az érmeket, rendkívül sikeres évre készülnek a bátaszéki karatésok. Köszönöm, hogy megtaláltad a